Érdemes a Nyíregyházi Állatparkban az Andok világát bemutató kifutórendszer mellett hosszasan elidőzni, mert akár vízivadászat közben is láthatjuk a fél évvel ezelőtt világra jött nőstény jaguár kölyköt. Az Andok kalandok jaguár kifutójának sajátossága, hogy a látogatók egy üvegfolyosón keresztül haladva szinte testközelből csodálhatják meg a foltos nagymacskákat. Mint minden nagymacska féle, a fél éves kis jaguár is most már csupán szilárd takarmánnyal táplálkozik, anyat helyett már nem fogyaszt. Nagyon különleges színeket lehet itt megtekinteni a Dél-Amerika kifutóban, hiszen a kicsi sárga színű, míg az anya fekete. Ennek az az oka, hogy alapvetően a jaguárnak többféle színváltozata létezik. Van sárga és fekete foltok, illetve fekete állatokon is látszódnak nagyon szépen a rozetták. És a kicsi érdekesség, hogy az apja színét örökölve ő sárga mintájú. A nőstény jaguár az európai fajmegőrzés keretében érkezett Sóstófürdőre. Ez volt az első ellése, s szépen gondoskodik kölykéről. Mivel a jaguárok magányos állatok, az utódgondozás is csak a nőstény feladata. A hím, mivel veszélyes lehet a kicsire, egy elkülönített kifutóban él. A jaguár Közép- és Dél-Amerika csúcsragadozója, elsősorban esőerdőkben él, de a nyíltabb mocsaras területeken, valamint száraz füves pusztákon is előfordul. Kedveli a vizet és kiválóan úszik. Harapása igen erős, így élőhelyén a teknősök vagy kajmánok elejtése sem jelent problémát számára. Egyedszáma manapság csökken, és számára a legnagyobb veszélyt az élőhelyeinek elvesztése jelenti. A jaguár a közép- és dél-amerikai kultúrákban az erő és a hatalom szimbóluma volt. A maja civilizációban úgy hitték, hogy a jaguár közvetíti az élők és a holtak kommunikációját, és megvédi a királyi családokat. Az aztékoknál pedig létezett egy elit harcos osztály, melynek tagjait jaguárharcosoknak hívták.